de hogy ez a röfögés, ez innen hallatszik. Igen, konkrétan az egyik kutya olyan hangot ad ki, mint hogyha lenyelt volna egy rozsdás dinamót. Elképesztő. Hogy lehet egy ilyen kutyabarát kapcsolatban együtt aludni egy ilyen lényel? Ezt fogja nekünk elárulni Müller Attila, Sólyom Attila és Horthy Sziasztok. Péter. Jó reggelt kívánunk! Hát, nem alszom velük együtt, mert ennek meg vannak a szabályok, hogy ők kint vannak az előszobában egy kis pamlagon, de még onnan is átmalacik a falon tehát keresztül. Nők ezt a férjüktől nem tűrik el, tehát hogy ez nagyjából váló ok az, hogyha így rosszul a férfi. Jobb, ha hozzászoksz, drága. Ez például a saját hangunkat nem halljuk most, mert a olyan intenzív röfögésbe kezdett. Igen, de hogy ez a röfögés, de hát gondolom, hogy ezek a kutyák horkolnak is, tehát hogy a légutaik nem tűnnek annyira tisztának, és hogyha éjjel igazán mélyen elalszanak, akkor gondolom, hogy ez még sokkal intenzívebb. Hát ahogy mondod, eléggé. Néha be kell csukni az ajtót, vagy hangot adni a tévére. Pedig nem is egy helyiségben vagyunk velük. Ne haragudj, de akkor azt kell, hogy ez a bizonyos fajta perverziót igényel. Hogy... Hát így is lehetne, ez egy nézőpont kérdése. Tehát te nem a vuvuzelától leszel ideges a meccsnézés közben, hanem a kutyád mellettet kb. 6 decibellel. De megszoktam, hidd el, hozzá lehet szokni. Egyrészt másrészt még nagyon hálásak. Tehát sokan mondják, hogy hát nem is kutya vagy ilyen fura típus, aztán közben annyira hálásak, annyira szerethetőek, és egyébként nagyon okosak. Hát mondjuk ez őre lehet, hogy nem. Mondani, látszik is, hogy milyen okos. De mi van azzal a dologgal, hogy mondjuk nem lehet velük egy autóban utazni a bizonyos gázkibocsátás? Az minden kutyának van, én azt gondolom, tehát hogy ebben nincs különbség. Intenzív. Ezt nem erősítem be, az angolnál legalábbis nem. Szerintem ez sok múlik a kaján is, hogy mit tetsz vele. És hát egyetlen és egy. És gondolom a nyáladzanak is, csak hogy valami jót nem. Mondjuk. Nem nyáladzanak? Nem, nem annyira. A francia nem. Szinte egyáltalán nem. Az angol is ugyanezt elmondható. Szerintem angol sem hogy, hogy nem nyáladzó típus, így van. Tehát egész egyszerűen egy füldugóval akár békésen együtt is lehet élni ezekkel az állatokkal. Persze. Megszokás, már hiányzik. Egyetlen egy állat nem befög a stúdióba, és itt nem magamról beszélek, hanem itt erről a kis malacról. Tehát olyan aranyos. Az a kis tündéri malac, kis ő egy békésen hangot nem ad. Ott egy hangot nem ad az a kis Jabba. Ja, Jabba font Ádé névre hallgat. Jabba, hogy kerül ide? Hát lesz egy rendezvényünk, ami a buldogokat népszerűsíti, vagyis összehoz egy országos falkát. Úristen, mi lesz ott? Jézusom! Hát 500 kutyát várunk körülbelül. De hogy hangban mi lesz ott? Hát hangban a horkolás, mint az éjszakai alvás, az kemény lesz biztos. Tehát ott tavaly is úgy volt már, hogy minden sátorból kihaladszott némi kis horkolás. És a malacnak az a szerepe ebbe a dologba, hogy ez egy non-profit rendezvény, és szeretnénk a rendezvény főnapján elelvelezni őt, és a befolyt összeget felajánlani jótékony célra egy fajta mentőegyesület javára. De nem, kizár dolog. Kizárt aki böllércuszban van, az nem kapja meg biztos. Nem, de hát ráadásul ezek a kis törpe malacok nem is ilyen célzatból, hanem leginkább ilyen kutya helyettesítő. Érdekes, Amerikában ez nagy divat már, így van. Tudom, hogy George Clooney-nak is van ilyen malacsa, ugye? Dobta ki a barátnőjét, mint a malacot az ágyból, mert a barátnője nehezményezte, hogy a malacsal együtt aluszna. De lehet, hogy csak jobban röfögött, mint a malac, tehát ezt sose tudhatjuk. De nagyon aranyos, olyan kis kedves arca. Látod, az előbb feldobta a lábát? Persze. Feldobta a lábát, mint egy kis kutya, tehát neki ez persze, hagyja. És egyébként végtelenül okos ezek a kis malacok. Mit kell még tudni ezekről a kutyusokról? A kutyáról a külsej ellenére nagyon sokan rosszul ítélik meg, egy nagyon családcentrikus emberbarát kutya, nagyon szereti a gyerekeket, nagyon játékosak, abszolút, de szerintem ez a franciákról is ugyanúgy elmondható, igen. Imádnak az emberek közt lenni. Tehát egy abszolút családbarát kutya. Abszolút. És kisgyerek ez... mellé is ajánljátok. Tehát én bátor. Én bírja bátor, azt a fajta strapát, amit mondjuk egy kisgyerek szolgáltat? Mert abszolút. A gyerek az megfogja a fülét, rángatja, húzza, hát mit csinál őt egy kisfiú vagy egy kis lehet. Ővele úgy tudom, hogy lehet. Bár a Tom és Jerry rajzfilmekben mindig ő az, aki a gonosz kutya. Tényleg? Tehát mindig ő tárgyazák, úgyhogy így van. És mindig a rövidebben. Igen, neki rossz a piárja. Nagyon rossz a piárja, de ehhez képest egy földre szállt anyja. Hát ezt abszolút elmondhatom. A szervezőtársam Horthy Péter családjában is van két kisgyerek. Ők konkrétan tologatják a matchboxot a kutyákon, vagy beöltöztetik állandóan, és a kutya tűr mindent, tehát abszolút. De ez idegen gyerekekkel is elmondható, hogy játszunk. Beöltöztetik állandóan, igen, azt is nagyon szeretik a gyerekek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és hogy sikerült túl kiabálnunk a kutyusokat. Látod, azért nem olyan vészes. Most pedig ennek a reflektor jövő hírei.